Az italforgalom növelése, hosszú távú tervezés és a család ereje segítette Szabó Zoltánt, a Drink Shop Bonyhád üzemeltetőjét abban, hogy mára a térség egyik legnagyobb italdiszkontját realizálhassa. Az italszegmens, hogyha olyan áron tudunk adni valamit, hogy mi tervezzük a jövőben, és igenis diszkont, ahogy hirdetjük is, hogy italdiszkontok lennénk, ez egy szép jövő előtt áll, és nem az idei évben, hanem jövőre, meg 2-3 év múlva, tehát nagyon jó fejlődés van benne. Az egészről még annyit el kell mondanom, hogy nem jött volna létre a dolgozók segítsége nélkül, nagyon sok munka van benne. A tulajdonosnak a hozzáállása, hogy mellénk állt és segített, esélyt adott a bővülésre. És ami még a legszebb ebben, hogy a család erejében a kedves feleségem és a fiammal összefogva olyan egységet tudunk alkotni, hogy ezt a fiatal generáció, a Marcell 1-2 éven belül szépen át fogja tudni venni, és úgy fogja irányítani, hogy mindenkinek megelégedésére. Mint azt a vállalkozó elmondta, 10 év alatt jutottak el oda, hogy az épület és az üzlet területe megsokszorozódott, ezáltal pedig nyilvánvalóan a termékkínálat is. A részünkről is egy 50 milliós beruházás, a tulajdonosi még nagyobb. Azért számolgattunk, ez pár éven belül meg fog térülni, és ami az egészet megindította, azt az előbb a számot adott kifelejtettem, tavaly 200 ezer vevőnk volt a 2023-as évben, és ebből kifolyólag minimum egy 20%-ot számolunk, tehát egy 240-250 ezer vevő, és 25-26-ban 300 ezer bevőt is el fogjuk tudni érni. Nagyon magas raktárkészlettel készülünk a dobozdíj bevezetésére, hatalmas készletekkel megyünk, és ebből kifolyólag szeretnénk folyamatos árukészlet, akciókkal szolgálni a kedves vásárlóknak. A diszkont nyomott árakkal dolgozik, hasonlóval nem is igazán találkozni, ez pedig szintén az átgondolt üzletpolitika eredménye. A termékpaletta egyébként ténylegesen színes, a minőségi boroktól kezdve az igazi ritkaságnak számító égetett szeszekig ér. Most itt ebben nagyobb már nem nagyon van, tehát ezt a nyugalom kipróbáljuk, és akkor 3 év múlva átgondoljuk, hogy merre, miként. De én úgy érzem, hogy ez most a szakma csúcsa, ezt nyugodtan mondhatom, tehát az országban nagyon kevés ilyen dohánybolt van itt a diszkonttal kombinálva, erre nagyon büszkék vagyunk, és most egyszer belenézünk a tartalmába, hogy miként kell még ezt továbbvinni, hogy mindenki megelégedjen. A rendhagyó, megnyitónak talán nem is igazán nevezhető eseményre a város polgármestere is ellátogatott, aki nagy örömmel és bizakodással fogadta a fejlesztést, hiszen, mint elmondta, ezzel a város csak nyerhetett, színesebb lett és gazdagabb. Stabil munkahelyeket nyújt, amire egy városnak mindig szüksége van, ezért is dolgozik az önkormányzat az ipari parkon. Gazdaságfejlesztési politikája az önkormányzatnak szerintem nagyon egyértelmű és egy irányba mutató és céltudatos. Ipari park fejlesztéssel foglalkozunk most már hosszú évek óta, a harmadik ütemnél tartunk, és alapvetően ezzel tudjuk a leginkább segíteni az itt működő vállalkozásokat, illetve azokat is, akik még nem Bonyhádon telepedtek le, nem itt rendelkeznek telephelyel, a meglévők pedig bővíteni szeretnének. Egy olyan 10 hektáros területen szeretnénk infrastruktúrát kiépíteni, ahol már az ingatlan telkeket kialakítottuk, és oda várjuk a jelenkezőket, pontosan azért, hogy ők maguk is megtalálják azt a helyet, ahol a jövőben tudnak működni a vállalkozásaikkal, újabb munkahelyeket tudjanak teremteni, és ez a legfontosabb szerintem. Az együtt gondolkodása, a közös célok elérése, ez a legfontosabb a vállalkozásokkal. Rendszeresen találkozom egyenként is velük, meg egyébként vannak olyan alkalmak is, programok is, ahol tudjuk egymás problémáit megismerni és meghallgatni. Szerintem jól működik ez a városban. Habár a mostani fejlesztés majd csak évek múltán hozza vissza a befektetett pénzt és energiát, Szabó Zoltán szerint megéri javulni és bővülni.